tulajdonában Aizó, a sportban is bizonyított már Lovasa, Kis Bianca. A lipicai fajtát az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad törzstenyészetének Favori 28-5 faktor nevű 2003-ban született fedezőmény jelöltje képviseli, nyergében Kapper Edi. A gyönyörű sági arab ménen Oheilán Tajmiron alias Csokin Pak Péter. A ményt a Pelzonius ménes tenyésztette, tulajdonosa Parti Imre. Csoki jelenleg már nagy díszinten versenyzik díjlovaglásban. A tiszta vérű spanyol lovat, az andalusz fajtát Remate 3 képviseli, az Epona spanyol lovasiskola elit kategóriájú fedezőménye. Az elit kategóriás minősítést világszerte csak pár mén érdemelte ki. Lovasa Máté Tóth Luca, az iskola végzett tanulója, jelenleg az intézmény belovaglója. Fogadják szeretettel a nagy díszintű kvadrill. Thank you.
közönségünk egy világszámot láttak jelenleg, hiszen négy csodálatos, különböző fajtájú, különböző mozgáskultúrájú, négy karakterű lovat láttak egyszerre együtt dolgozni ebben a csodálatos bemutatóban. Itt volt Kardos György tulajdona a Aizó nevű Frizmén lovasával, Kis Biankával. A lipiceli fajtájú Favori 28-5 faktor, a Szilvásvárosi Állami Mémes tulajdonában, Kapper Edith lovatásában. A gyönyörű sárga aratmén Pohelyán Tajmir, alias Csoki, Pak Péterrel, Art Imre tulajdona. És az andalusz fajtát Remáte 3 képviselte az Epona spanyol lovasiskola tulajdona, lovasa Máté Tóth Luca. Tisztelettel kérem majd a lovasokat, hogy a tisztelettör után szíveskedjenek egy pillanatra megállni kedves közönségünk előtt. Ennek a csodálatos, nagy díszintű díjlovas kvadrilla, melyben négy különböző fajtájú csodálatos mén, az andalusz, a lipicai, a fríz és a sárgi arab szerepel.